Az orosz-ukrán háború 55. napján megindult a Donbász ostroma. Oroszországnak ugyanis szüksége van valamiféle siker felmutatására a május 9-i ünnepségek előtt. Közben Románia is az orosz háborús propaganda célpontjává vált. Orosz és ukrán hírforrások egybehangzó jelentései szerint megindult a Donyeck és Luhanszk megyét magába foglaló Donbász-medence ostroma. Hetek óta érzékelhető, hogy a Kijev alól és most már Máriupolból is felszabaduló csapatokat keletre irányítják át, hogy megalapozzák egy donbaszi támadás emberanyagát. Bár a hadtechnikai elhasználódás és a katonák demoralizáltsága egyaránt érzékelhető, a csapattesteket megpróbálták azonnal bedobni a Donbász vidékén. Az éjszaka is ma az egész donbászi frontvonalon heves tűzharc alakult ki, és délebre is voltak rakétatámadások, foglalta össze híradónknak a történéseket Ady András. A külpolitikai elemző hozzátette, a nagy erők bevetése ellenére úgy tűnik az orosz erők egyelőre egyetlen települést foglaltak el, a Luhanszk megyei Kreminnát. Az elemzők úgy vélik, a Donbass-medence elfoglalásával készül fel az orosz fél a május 9-i győzelemnapi ünnepségre, és valamiféle választ igyekszik adni a Moszkva rakétacirkáló esőjesztésére is. Nagyon úgy néz ki, hogy Vlagyimir Vlagyimirovicsnak szüksége van valamiféle győzelem hír, valami győzelem tény felmutatásra a május 9-i ünnepélyek előtt, és nem nagyon van, mit felmutasson egyelőre. Lássuk, hogy a következő napokban milyen eredményeket érnek el az orosz hadtestek, illetve milyen ellenállást tudnak kifejteni az érintkezési vonalakon lévő ukrán seregrészek. Ugyanakkor fontos körülmény, hogy az utóbbi hónapban az elfoglalt területeken partizán egységek kezdtek működni, amelyeknek a tagjait a civil lakosságból, illetve önként jelentkezőkből verbúválták, így az oroszoknak ezekkel is számolniuk kell. Románia is orosz háborús propaganda célkeresztjébe került. A védelmi miniszter szóvivője név szerint is megemlítette azok között az országok között, amelyek a legtöbb zsoldost küldték Ukrajnába. Az állítást Vasile Dunku védelmi miniszter cáfolta. Az eset kapcsán Ady András elmondta, miután Románia sokáig elkerülte az orosz hadvezetés és kímelhárítás figyelmét, Moszkva figyelme most többé-kevésbé jogosan Románia fele irányul, mint az ukrán hadszínterekre történő fegyverszállítmány kijuttatás egyik tökéletes pontjára. A zsoldosok beavatkozására vonatkozó információ olyan újdonság, amelynek feldolgozására egyelőre nincs felkészülve sem a román, sem a nyugati, sem az ukrán közvélemény, hangsúlyozta a szakértő.